A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Témánk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, hiszen megvolt az évadnyitó sajtótájékoztató, és hát ahogy beszámoltunk már róla, változatos színes műsorral várja a közönséget a Szimfonikus Zenekar. Többek között a 2024-25-ös évadról fogunk beszélni. A Somorjai Ferenc és a Farkas Ferenc sorozat 4-4 koncertje mellett lesznek ünnepi hangversenyek, egyedi estek, ifjúsági bérlet, kortárszenei sorozat, mind meg annyi, és emellett természetesen 7 mű ősbemutatója, ami nagyon-nagyon fontos. Nos, a sajtótájékoztatón számtalan gondolat elhangzott ennek kapcsán. Most rövidesen megidézzük, hogy mit mondott Cserpalkovics András polgármester, előtte azonban hadd mutassam be vendégemet, vendégem Szabó Balázs, az együttes művészeti tanácsadója. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm most szépen a meghívást. Most pedig nézzük meg, hogy miként vélekedik az új évadról Cserpalkovics András polgármester. Egy évadnak a kezdete az mindig ünnep, beharangozó sajtótájékoztató is az, hiszen ezután ismerhetik meg az érdeklődők, a koncertre járók, hogy mi az, amire számíthatnak a következő hónapokban, és szerencsére az Alba Régia azt időben megteszi, hogy tájékoztatja is őket, hiszen hosszú-hosszú hónapokra előre, már a 2025-ös év egy bizonyos részére, tavasz időszakára is láthatjuk, hogy hol, mikor és milyen koncertekkel lehet majd elmenni, és szerintem érdemes lesz ezekre a koncertekre elmenni, mert valóban, ahogy a kérdésben is megfogalmazódott, az elmúlt 3 év egy egyértelmű és töretlen fejlődésről szólt, és Ruf Tamás igazgató úr személyében és a mögött álló szakmai csapat is megkapta a bizalmat arra, hogy a következő 5 évben ezt az építkezést, ezt a folyamatos fejlődést jelentő eredményező munkát folytatni tudják. A stabilitás tehát megvan, és biztos vagyok benne, hogy a koncertek szépsége, gyönyörű élménye is meg lesz. Az épülethez is hozzá fogunk nyúlni, ahol a zenekar dolgozik, a mindennapokban a próbákat végzi, de jelentős felújítást fog kapni, és remélem, hogy tudunk előrelépni a zenészek megbecsülése, illetve az eszközök hangszervásárlás tekintetében is. Ez volt, és ez jellemezte az elmúlt időszakot, és bízom benne, hogy ez lesz jellemző a következő évekre. És egy dologra kérem a fehérváriakat, a zeneszerető embereket, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar megérdemli a bizalmat. Higgyel mindenki, aki jegyet vásárol, ezekre a koncertekre nagy élményben lesz része, szép élményekkel, értékekben, gazdag másfél-két óra eltöltése után fog hazamenni, úgyhogy érdemes jönni, jegyet vásárolni. No, tehát ugye ezt már láttuk, ezt a gondolatsort, de azt hiszem ez megerősítést nyújt mindenképpen, mint ahogy a klasszikus zene barátainak az elmúlt 3 esztendő is. Röviden azért beszéljünk róla, hiszen felépíteni egy már létező, de más struktúrában zenekart, ti négyen, ha úgy tetszik, tehát gondolok itt, hogy Ruf Tamás, mint igazgató, Dobszai Péter, mint művészeti vezető, vezetőkarmester, Dobri Dani, mint kortárs művészeti vezető, és te magad, mint művészeti tanácsadó, egy új csapattal, hiszen számtalan fantasztikus zenész sikerült szerződtetni, átköltözni, megszokni az épületet a tóparton. Tehát ez mind-mind, és egy olyan műsorszerkezetet teremteni, ami vonza a klasszikus zenebarátokat, mert hogy azért ne feledjük, a legfontosabb az, hogy és ez tanulságul szolgál egyébként minden ilyen közösségnek, hogy a közönség legyen elégedett. Egy kicsit beszéljünk az elmúlt 3 évről, hiszen ez egy fontos időszak volt a te szakmai életedben is. Ez így van, és nagyon hálás vagyok Tamásnak, Ruf Tamás igazgató úrnak, hogy megkeresett ezzel az elképzelésével. Tulajdonképpen alig, hanem velem előbb beszélt, mint Dobszai Péterrel és Dobri Dániellel, hiszen az első pályázata előtt már erről hosszabban eszmét cseréltünk, erről az elképzeléséről. Nyilván ez fakad abból, hogy ez 2014 óta vagyok vele szakmai, és hát talán mondhatom így, hogy nagyon jó baráti kapcsolatban, amikor a helyőrségi zenekar
jubileumát ünnepeltük, ugye 50 éves volt 2014-ben a helyőrségi zenekar, és annak kapcsán egy nagyon szép könyv készült a katonazene múltjáról Székesfehérváron. Én ekkor ismerkedtem meg Tamással, és azóta is nagyon jó kapcsolatban voltunk, úgyhogy így került sor arra a beszélgetésre egyébként a Vörösmarty Színház előtt egy kávézóban, ahol először beszélt ez irányú tervéről, amit én nagyon lelkesen támogattam. Nos, nem túlzás azt mondani, hogy tényleg egy nagyon nehéz feladat volt, hiszen ne felejtsük el, hogy az új vezetőség a Covid után lépett bele a zenekarnak az életébe, ami hála Istennek a zenekarban nem okozott, tehát nem volt, hogy is mondjam, vesztesége a zenekarnak, viszont a közönséget gyakorlatilag vissza kellett újra csábítani a szimfonikus zenekari hangversenyekre, és hát ugye tudjuk, hogy ez nem volt egy könnyű feladat, hiszen sokakban voltak bizonytalanságok, félelmek. Egyfelől, másfelől a Covid utáni időszak az valamennyien éreztük, tapasztaltuk egy gazdaságilag egy nagyon gyönyörű, prosperáló időszak után azért egy hullámvölgyet jelentett, és ebből a hullámvölgyből kellett ugye egy sok, hát mondjuk ki nyugodtan, sok 100 millió forintos költségvetésű zenekart újra elindítani és fölépíteni. Nagyon érdekes volt, ugye a május 1-én vette át Tamás az igazgatást, tehát még tartott az a szezon, tehát szezon közben vette át tulajdonképpen, úgyhogy tulajdonképpen a Harmony Albenzi sorozat az rögtön a nyakunkba is szakadt, hiszen az nem volt előkészítve, és 2021-ben ugye ott azonnal döntéseket kellett hozni, és művészeket szerződtetni, és hát igazából a következő évadnak a megtervezésére is alig néhány hónapunk jutott. Mindezt azért bocsátottam előre, mert amit a kezembe tartok most a 2024-25-ös évadnak a szóróanyaga, tehát most éreztük először, hogy kapkodás nélkül, tapasztalatok birtokában megfelelően elő tudtunk készíteni egy évadot. Az előző két évad bizony, hát úgy készült, hogy egyszerre a tervezés és egyszerre a megvalósítás folyamata zajlott, és voltak benne olyan bizonytalanságok is, hogy az utolsó pillanatban kellett mondjuk műsort változtatni, vagy nagyon fontos személyi döntéseket meghozni. Úgyhogy nagy élmény volt, hogy ezt a nyarat végig dolgozva, de valóban augusztus 21-én egy olyan évadtervet tudtunk most bemutatni az érdeklődőknek, amelyet nagy valószínűséggel, és hát én nagyon bízom benne, hogy hiánytalanul végig is tudunk vinni, és nem kell rajta változtatni. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, de még egy rövid gondolatsor arról, hogy ugye új muzsikusok szerződtek, új hangszerpark, új hely, egy teljes új vezetés, tehát ez egy kiszámított, lassú fejlődési folyamat kezdődött bizonyos értelemben, és mi azt tapasztaltuk meg, hogy egyre inkább megszereti a közönség a klasszikus zenét. Ehhez persze olyan műsorterv kellett, ami most, ebben az 5 évben kikristályosodott immáron, és én azt gondolom, hogy biztos, hogy teltház lesz mindig. Ehhez viszont kellettek új gondolatok, és meg kellett tölteni kicsit másként tartalommal a régi bérletsorozatokat, és akkor már is vágjunk bele, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. A két legfontos, minden fontos, de az a kettő, ami pillére a történetnek, az a Somorjai és a Farkas Ferenc mindenképpen. Így van. Tehát egy pillanatra akkor visszatérve még az előző 3 évre, tehát nem kellett kitalálni ezt a zenekart, és nem kellett kitalálni ennek a zenekarnak a működési struktúráját, hiszen az hosszú ideje már 2015 óta, mióta a zenekar professzionális szintre lépett, tulajdonképpen ezek adottak voltak, ezek a sorozatok. Lám, a nevük is megmaradt, Farkas Ferenc bérlet és Somorjai, pontosabban Farkas Ferenc sorozat és Somorjai sorozat, de hát a régebb óta hangversenyekre járók nyilván tudják azt is, hogy a húsvéti koncert vagy a karácsonyi koncert az alapvető. Több évtizedes múltra tekinthet vissza.
Tehát új dolgokat itt tulajdonképpen nem kellett kitalálni a bérlet struktúrában. Ami teljesen új, de erről nyilván majd Dobri Dániel fog beszélni, az a kortárs zenének a hallatlanul erőteljes jelenléte, amivel a Alba Réga Szimfonikus Zenekarnak egy olyan profilt szeretnénk adni, amiben valóban egyedülálló tud lenni a magyar szimfonikus zenekarok mezőnyében. De akkor, ahogy kérdezted is, koncentráljunk a Farkas Ferenc sorozatra és a Somorjai Ferenc sorozatra. A két sorozat között egy alapvető különbség van. A Farkas Ferenc sorozatnak helyszíne a Vörösmarty Színház, tehát ez célzatosan a nagyzenekari hangversenyeknek a sorozata. A nagyzenekari sorozatot lefordíthatnám úgy is, hogy nagyobb zenekar lép színpadra, de ez természetesen magával hozza azt is, hogy itt olyan apparátusú zeneművek szólalnak meg, amelyek igénylik a nagy együttest, és igénylik a nagy teret, és igénylik a nagy színpadot. És a neves közreműködőket. És neves közreműködőket. Ezzel szemben, hogy a Somorjai Ferenc sorozat, amelynek a Szent István terem a helyszíne, értelemszerűen kamara zenekari sorozatnak nevezhető inkább. Tehát itt egyrészt a műveknek a személyi feltételei is kisebbek, tehát nem kell hozzájuk akkora zenekar. Ugyanakkor az idei évben én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan egyensúlyt behozni, hogy egyformán neves szólisták lesznek mind a két sorozatban. Tehát próbáltuk ezt úgy összeállítani, hogy a közönség tulajdonképpen két egyenlő értékű és élvezeti értékét és művész értékét tekintve egyenlő értékű sorozattal szembesüljön, és a szólisták tekintetében is kiváló művészeket hallhasson a Vörösmarty Színházban, éppen úgy, mint a Szent István teremben. A különbség az a fölhangzó műveknek a apparátusában lesz, és talán abban, hogy a Somorjai Ferenc sorozatban egy-két olyan izgalmas érdekesség is fölhangzik, ami a színházban talán nem tudna olyan maximális hatást kifejteni. Ezzel szemben a színházi sorozat, a Farkas Ferenc sorozat ebben az évben a szimfonikus zene négy óriási remek művét fogja kínálni, és még hát ahhoz társulva még tényleg nagy szabású kompozíciókat. Igen, erről beszélhetünk részletesen is, ugyanakkor egy fontos adalék ehhez az egész történethez, illetve a két bérlethez, hogy ugye elhangzott ezen a sajtótájékoztatón, hogy egyértelmű törekvés, hogy Dobszai Péter többet legyen itt Székesfehérváron. Eddig is nagyon sokat volt, hiszen a közönség megszerette, így aztán a Farkas Ferenc bérletsorozat egésze az ő vezetése alatt indul el, és a Somorjai sorozatban is ott lesz a reflektorfényben, illetve a Beethoven tavasza esten. Igen, Péter a három éves időszakot leszámítva, ugye most egy 5 éves időszakra készülünk. És egyértelműen az volt a szándék, hogy ez az 5 éves újabb időszak egy intenzív műhelymunka évvel induljon. Tehát, hogy a vezető karmester minél többet találkozzon a zenekarral, és minél többféle darabon keresztül foglalkozzék a zenekarral. Tehát ennek látjuk így, ennek a koncepciónak a megvalósulását a Farkas Ferenc sorozatban, amit nyilván Péter is óriási izgalommal vár. Ugye fölismerült az a gondolat, hogy esetleg ezt a bérletet Farkas, Péter és a Farkas néven hirdessük meg, hiszen olyan nagy ambícióval fog hozzá, de ebben feltétlenül van egy edukációs cél is, tehát hogy a zenekart minél többféle stíluskörben ő is fölkészíthesse, taníthassa, még jobban összecsiszolódjon vezetőkarmester és zenekar, és talán ennek a legegyszerűbb módja az, ha tényleg sokat dirigál. Ettől függetlenül azért kitűnő vendégkarmestereket is hívtunk, és nagyon jó szólistákat is, tehát nem kell attól félni, hogy Péter hát meguntá válik az évadnak a végére. Körülbelül havonta egyszer fog egyébként föllépni Székesfehérváron, ami azt gondolom, hogy nem olyan sok. Pont elég, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy egy év múlva a vezetőkarmester és a zenekar kapcsolat az milyen irányba változik. Jó. Ha már itt tartunk, akkor a darabokról röviden essék szó a Farkas Ferenc bérletről, mert utána nyilván akkor tovább megyünk. Igen. A négy koncert szeptemberben, novemberben, januárban, áprilisban
ahogy az előbb említettem, a szimfonikus zene 4 óriási remek művét fogja kínálni. Brahms 4. Émol szimfóniája, Schumann 3. Rajnai szimfóniája, Bruckner 4. romantikus szimfóniája, és hát ami a zenekarnak egy igazán hatalmas kihívás lesz, az Berlioz fantasztikus szimfónia. Én azt gondolom, hogy ez a 4 darab, ez a világon bármelyik zenekarnak nagy kihívást jelentene, és jelent is, és nagyon örülünk annak, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar megérkezett erre a szintre, hogy ezeket a hatalmas alkotásokat nagy bizalommal és magabiztosan műsorára tűzhesse. Emlékszünk rá, azért sok-sok évtized távlatából, ha visszanézünk, azért egy Berlioz fantasztikus szimfónia az egyáltalán nem volt egy magától értetődő választás. Most ezeket a nagy szimfóniákat igen izgalmas művek körítik. Az első koncerten Dobri Dániel Dézír című szimfonikus költeménye hangzik el. Erről hadd áruljak el annyit, hogy a zenekar mellett elektronika is szóhoz jut benne. Ez egy Petőfi balladának a tulajdonképpen zenei feldolgozása, és rögtön mellé egy Mahler dalciklus, az Egy vándorlegény dalai kapcsolódik Szélpál Szilveszter szegedi operaház kitűnő énekművészének az előadásában. A Mahler ciklus bár dalciklus, de a zenekar számára is egészen speciális feladatokat jelent, úgyhogy Péter ezért választotta, hogy egy ilyen érzékeny, finom közegben is a zenekart meg tudja mutatni. A következő novemberi koncertünk Dalnok és költő címet viseli. Engedd meg, Lajos, hogy egy picit ezt megvilágítsam. Ugye a Dalnok címmel a Wagner Tannhäuser nyitány hősére gondolunk. Ugye a Tannhäuser című opera egy minezenger, egy szerelmi dalnok történetét meséli el, és innen jött a címben ez a dalnok kifejezés. Utána Dohnányi koncertjükje hangzik el, a magyar zenetörténetnek Bartók és Kodály mellett a 20. század első évtizedeiben meghatározó mestere volt Dohnányi Ernő. Ez egy csodálatos cselló darab egyébként, amelyet Petrus Bölöni Áron Gordonka művész fog megszólaltatni, egy erdélyi származású kitűnő gordonkás. És ide kapcsolódik ugye Schumann 3. Rajnai szimfóniája, már most a zenei romantikában zenei költő Schumannnál nagyobb alig, ha volt. Tehát a dalnok és költő egy minezengerre és a 19. század az irodalommal talán legszorosabb kapcsolatot ápoló zeneszerzőjére utal. 2024 Bruckner születésének 200. évfordulója volt. Egy kicsit átcsúszunk a következő év elejére, de az évadot tekintve ez még talán aktuális, és Bruckner 4. romantikus szimfoniája, mester talán legismertebb, legnépszerűbb darabja fog fölhangozni a januári koncerten. Ez a darab, ez egymagába kitölt egy teljes estet, úgyhogy ide nem került más melléje. És akkor egy kis zenetörténeti különlegesség, az utolsó áprilisi koncerten Liszt haláltánc, Respighi koncerto Gregoriano és a már említett Berlioz fantasztikus szimfónia csendül föl. Az alapjában véve egy ilyen francia-olasz program, címe Dies Irae. Hát itt is most leleplezem magunkat. A Berlioz fantasztikus szimfónia utolsó tételében, a boszorkány szombat tételben hangzik föl a Dies Irae híres Gregorián dallama, ez a harag napja, hogyha lefordítom. Ez egy úgynevezett szekvencia, egy középkori költemény, amely a utolsó ítéletnek a csodálatos képekbe való foglalása a hozzátartozó Gregorián dallammal. Már most a Berlioz fantasztikus szimfóniában ez a dallam csendül föl, és ugyanez a Gregorián dallam az alapja a Liszt haláltáncnak. Tehát a két, az első és az utolsó darab a Dies Irae Gregorián dallamon keresztül találkozik, és közre fogják Respighi Concerto Gregoriano című hegedű versenyét, amely pedig szintén gyönyörű Gregorián dallamoknak a nagyon átszellemült feldolgozása. Péternek régi vágya volt már, hogy ezt eldirigálja. Szabó Marcell zongoraművész és Behán László hegedűművész lesznek a szólistái. Érdekes, hogy azért megjelennek a régebbi korok irányzatok is mindenképpen, tehát ez így kerek ez a történet. Igen, hát a Gregorián nyilván ugye a középkornak a zenéje, egy nagy szimfonikus zenekari koncerten nyilván a Gregorián eredeti alakjában nem, de földolgozásban meg tud jelenni. Tehát valóban ez több 1100 évre tekintünk vissza ezzel a dallammal legalább. Tehát ezek a nagy koncertek ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, és meg annyi érdeklődött vonzott eddig is Dobri Nani színre lépése, mégpedig, hogy a zenekar székházában a Kérdezd a zeneszerzőt sorozat, az teli találat. Mégpedig azért, mert hogy nagyon jó volt látni,
hogy egyrészt a középiskolások, fiatalok is megjelennek, másrészt pedig egyre több néző lett, hiszen olyan, én azt mondom, hogy bensőséges hangulatú beszélgetésen ismerhették meg a zeneszerzés elveit, felnőttek és fiatalok egyaránt, ami ritkaság. Igen, hát ez a program, ez úgy gondolom, hogy az idén elérkezett a csúcspontjához. 5 koncert lesz a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban, 4 Székesfehérváron és 1 Budapesten, a Zeneakadémia nagytermében, és nem kevesebb, mint 25 kortárs zeneszerzőt fogunk bemutatni, akiknek a darabjai között, ha jól emlékszem, akkor 7 ős bemutató lesz. Tehát ez egy egészen egyedülálló program, amelyet egyébként az Artisjus, Magyar Szerző Jogvédő Iroda Egyesület támogatásával tudunk megrendezni, és azt gondolom, hogy ilyen fölvonulása a magyar kortárs zeneszerzőknek nagyon ritkán adatik, és hogy ennek pont Székesfehérvár lesz a helyszíne, ez egy külön öröm, de végül is ez volt a cél, hogy az Alba Regia Szimfonikus Zenekar az a magyar kortárs zene játszásnak egy műhelye, inspiráló közege lehessen, és a 3 év alatt talán itt léptünk előre a leglátványosabb módon. Igen, ahogy maga Dobri Dániel is látványos módon előrelépett, és nem csak arra, hogy folyamatosan külföldön is bemutatják a darabjait, hanem ugye most vettük hírül, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen óraadó tanár lett, ami nagyon fontos, és megerősítés szerintem a fehérvári zenei életnek, a szimfonikus zenekarnak egyaránt. És nem különben fontos a partitúra bérlet sorozat. Az pedig, mert mi magunk ott voltunk mindig, és az is nagyon jó, hogy a fiatalok az egy kicsit közelebb kerülnek. Igen, és hát rögtön hozzak, hogy elő 2 dologgal a partitúra kapcsán. Persze lesz benne kortárs koncert szokás szerint, de nagyon szép eseménynek égekezik Ravel Ludanyó meséi című szvittjének az előadása, de amire most különösen is szeretném fölhívni a figyelmet, az a decemberi program. Szőnyi Erzsébet a Didergő király című gyermek oratóriumát tűzzük műsorra, talán nem szerénytelenség, ha elárulom, hogy az én javaslatomra, hiszen annak idején az 1980-as években ez a darab elhangzott már itt Székesfehérváron. Ezen az előadáson én a Székesfehérvári Állami Zeneiskola zenekarában ültem, idősebb Major István tanár úr dirigált bennünket, és a Kossuth Általános Iskolának a énekzene tagozata működött közrebben a produkcióban. Én bennem nagyon szép emlékeket hagyott ez az előadás, és most úgy gondoltam, hogy javaslom a vezetőségnek ezt a produkciónak a megismétlését, de oly módon, éppen tegnap vettünk részt egy nagyon jól hangulatú megbeszélésen, a város összes általános és középiskolájában az énektanár kollégákkal tárgyalásokat folytattunk, és egy összvárosi kórus és a város legjobban éneklő növendékeiből fogjuk kiválogatni az előadásnak a szereplőit, és ha minden jól megy, akkor nem kevesebb, mint 10 előadás fog ebből elhangozni decemberben, tehát a szószoros értelmében szeretnénk bevonzani az egész éneklő Székesfehérvárt ebbe a produkcióba, hogy a szimfonikus zenekar művészei mellett a gyerekek is részesei lehessenek a zenekar munkájának. A másik koncert pedig, amiről szeretnék beszélni, Beethoven világa. Ezt a címet kapta az utolsó partitúra koncert, amely Beethoven első szimfoniáját állítja a középpontba, ez pedig közvetlenül ráköt a Somorjai bérlet utolsó koncertjére, ahol szintén elhangzik ez a Beethoven szimfónia. Nem titok, egy távolati cél, egy teljes, komplett Beethoven szimfónia sorozatnak a megvalósítása lebeg a szemünk előtt, ahol Beethoven mind a 9 szimfóniáját és nagy versenyműveit Székesfehérváron egy bérlet keretében vagy egy sorozat keretében bemutatnánk. Ennek lesz ez egyfajta próbája, és ezen a koncerten pedig nagy örömmel köszöntjük Magyar Valentint, a fiatal magyar zongoraművészt, aki nem túlzás világkarrier előtt áll, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy meg tudtuk őt hívni, és a zenekarunkkal együtt fog föllépni. Ez egy zenetörténeti különlegesség lesz egyébként, a Beethoven sorozat, nincs kétségem felőle. Reméljük, hogy meg tudjuk csinálni. Egyelőre ez egy ilyen előzmény, vagy egy
spoiler, hogyha ilyen modern kifejezést szeretnék használni, de Petinek, Dobszai Péternek nagyon fontos volt az, hogy egy teljes Beethoven programot dirigálni, hiszen ez a zenekari játéknak mondjuk így alfája és omegája, tehát egy zenekarnak Beethoven művészetével úgy gondolom, hogy állandóan foglalkoznia kell. Nos, hát én azt hiszem, hogy rendkívül színes, fantasztikus műsorterv. Természetesen ott leszünk, ezt ígérhetem, és hát köszönjük valamennyiötöknek, mert hogy ehhez viszont olyan szakmai munka szükséges egy ilyen névos programsorozatot összeállítani, ami főhajtást kell, hogy okozzon nálam is, tehát a főhajtás az megvan. És azt is ígérhetem, hogy természetesen folyamatosan beszámolunk a koncertekről. Nagyon szépen köszönjük. Még a Somorjai bérlethez annyit engedj meg, hogy hozzáfűzzek, hogy a Beethoven koncert előtt lesz egy klasszikus és neoklasszikus című koncertünk, ahol Haydn D-dur csellóversenyét egy egészen kiváló dél-koreai cselló művésznő fogja előadni, tehát lesz egy külhoni szólistánk is, akinek a föllépésétől nagyon sokat várunk és remélünk. De Stravinsky Apollon Müsaget és Onegger második szimfónia, tehát két olyan darab, aminek Bízvás székesfehérvári bemutatója lesz, és ezt a koncertet Farkas Róbert, a MÁV zenekar kiváló vezetőkarmestere fogja dirigálni, tehát jó vendégkarmesterekben sem lesz hiány. Az én szívemhez nagyon közel áll ez a program, Haydn, Stravinsky és Onegger. Tehát igyekszünk ugye a zenetörténetnek olyan nagy mestere is fölülni a figyelmet, akik nem nagyon kaptak szót eddig. És az ünnepi bérletre még egy pillanatra egy mondat, Jommelli requiemje hangzik föl november 4-én, alig hanem megint székesfehérvári bemutató, egy barokk, olasz barokk mesterről van szó. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy az Alberiga Szimfonikus Zenekar repertoárja az érett baroktól egészen napjaink zeneszerzőig terjed. Ezt a tágasságot, szélességet, horizontot szeretnénk erősíteni a következő 5 évben is, és ezzel szeretnénk a zenekart pozícionálni egy nagyon izgalmas helyzetbe a magyar szimfonikus zenekarok körében. Történjék így, nincs kétségem felőle, hogy sikerülni fog. Valás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az Alba-Régia Szimfonikus Zenekar művészeti tanácsadója Szabó Balázs volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.